Elnök úrnak az a célja, hogy minél több vállalkozóhoz eljuthassanak azok a lehetőségek, amelyek az ő koordinálásukkal valósulhatnak meg. Ennek egyik állomása a mai nap, hiszen már több ilyen vállalkozói fórum volt, vállalkozói alkalom volt, ahol tájékoztatással, figyelemfelhívással tudott élni a megyei önkormányzat. Nagyon szépen köszönöm az önkormányzatnak, elnök úrnak és az ott dolgozóknak, hogy a Balmazújvárosi és a Balmazújas környéki vállalkozókat is folyamatosan tájékoztatják ezekről a lehetőségekről. Kívánom, hogy találjanak kedvükre valót a vállalkozók a következőekben a történő bemutatásokban. Arra kérem előzetesen is a kollégákat, hogy mindazoknak, akiket meghívtunk, vagy azok, akiket egyébként a polgármesteri hivataltól kapunk esetleg, vagy önök által bővített listát, akkor elküldjük mindenkinek legalább ennek az előadásnak az anyagát, hogy mindenki majd tudja használni, és fölvegye azokkal a kapcsolatot, akik ezeket az információkat közvetíteni fogják most. Megyei önkormányzatnak, illetve a most még nem kiírás alatt lévő, de már gyakorlatilag már egy egyeztetett kiírási tender alapján lesznek az úgynevezett helyi foglalkoztatási paktumok, és terveink szerint a megyében 4 ilyen helyi foglalkoztatási paktum lesz, ugye nagy valószínűséggel az egyik éppen Balmazújváros székhelyjel. Összességében a megye, illetve a megyei pályázatokon közel 4 milliárd forint forrás fog majd jutni erre a célra. Hajdú-Bihar megye 4 milliárd forintot kapott a foglalkoztatásra. Hogyan tud élni ezzel Hajdú-Bihar megye? Nagyon fontos, hogy ismerjük meg a vállalkozóknak az igényeit, mire szeretnének ők forrásokat biztosítani a munkaerő felvétele, képzése kapcsán. Vannak olyan speciális igények, amelyeket a oktatási rendszerű képzés nem tudja kielégíteni. Vannak betanított jellegű munkák, illetve vannak lehetnek speciális jellegű képzési lehetőségek. Emellett azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy munkatapasztalatokat szerezzenek a munkavállalók, hiszen lehetőség van egy minimum 6, maximum 12 hónapos foglalkoztatás, illetve ennek a 50%-áig kötelező további foglalkoztatás vállalni a vállalkozások számára, hogy közvetlenül ők maguk tanítsák be az embereket, azokat, akiket munkaerőként kívánnak fölvenni, hogy azt a munkakultúrát azon a helyen találják meg, ahol egyébként a jövőben is szeretnének dolgozni. Nyilván nem egy olyan egyszerű dolog, hiszen célterületek vannak itt elsősorban a 25 éven alattiak, 30 év alatti, de pályakezdők, az 50 év feletti hátrányos helyzet, illetve nehezebben elhelyezkedők számára, a gyedről, gyestről visszatérő kismamák, illetve azok, akik nem regisztrált munkanélküliek, egy egyszerű bejelentkezéssel, amit a mi foglalkoztatási irodánkon keresztül meg tudunk tenni, gyakorlatilag akár másnaptól a munkáltató rendelkezésre állhat az a munkaerő, ami reményeink szerint segít abban, hogy a most elég gyakori problémákat kezelje, hogy nincs megfelelő munkaerő. Én azt gondolom, hogy ez egy jó lehetőség a vállalkozások számára. Reméljük, hogy élni fognak vele. Március 1-től van lehetőség, és hát a program 2020, illetve hát bizonyos esetekben akár 2023-ig is biztosítja ezt a forrást. A paktum ugye együttműködés is jelent. Nagy hangsúly van ebben a programban az együttműködésen, a szereplők együttműködésén. Nem lehet úgy sikeres a foglalkoztatási kezdeményezés sem, hogyha nem szólítja meg mindazokat, nem ülteti őket egy asztalhoz, akik valamilyen szinten érintettek ebben, akár a képzés oldaláról, akár a munkaadói oldalról, akár a közszféra oldaláról. Az köztudott, hogy országos szinten nagy a munkaerőhiány. Itt Hajdú-Bihar megyében sokat segíthet ez a 4 milliárd forint? De azt mondhatjuk, hogy nagyon sokan vannak, akik nem helyezkedtek el, de nem a munkaerő igényeknek megfelelő szakképesítésük van. Tehát fontos, hogy találjuk meg azt, hogy kinek mire van szüksége. Ha valakinek már meglévő munkaerő, aki el tud helyezkedni egy bértámogatással, rendkívül egyszerűen hozzájuthat ehhez a forráshoz, azok pedig, akik speciálisan szeretnék, hogy olyan munkaerő legyen a rendelkezésre, akár a jelenleg iskola rendszerre, képzésben, akár a felnőtt oktatás keretében, ott pedig a két szakképző intézet van Hajdú-Bihar megyében, egy Debrecenben, egy Berettyóújfaluban, a velük egyeztetett kifejezetten a vállalkozói programra igényre épülő képzési struktúrát tudunk nekik biztosítani, és ezáltal tudunk kész munkaerőt közvetíteni. A képzési lista ez a projekt keretében bővíthető. Tehát amennyiben valamilyen vállalkozónak olyan munkaerőre van szüksége, tegyük fel,
neki nem kell egy konkrét fém megmunkáló képzés, vagy szerszámkészítő képzés, de valami alapvető fémipari képzésnek jó lenne, hogy lenne pár modulnak. Nagyisten, neki nem kell mondjuk autószerelő, kamionszerelő, mert a kamionokat úgyis szervizbe hordja, de jó lenne néhány olyan ember, aki mondjuk alapvető karbantartást el tudja végezni a szervizperiódusok között. És mondjuk egy cégkategóriás vezető jogosítvány, illetve egy néhány modul egy alapvető gépjármű karbantartási ismeretekkel kellene, és van szükség öt ilyen vállalkozásra, de tudja, vagy akár nem is ő, hanem a foglalkoztatási főosztály tudja, hogy meg Paktum iroda, hogy van másik három vállalkozás még, akinek szintén van kisebb létszámban hasonló igénye, ezeket összeszervezve szintén felkerült a képzési edzékre, és célzottan a foglalkoztatási igényekre lehet képezni ilyen munkaerőt, aki utána ott fog tudni dolgozni, annál az egy vagy akár több vállalkozásnál. Tehát elég rugalmas lesz a képzési rendszer. Akár átképzésre is van lehetőség ebből a forrásból? Természetesen, sőt a napokban várható, hogy azok, akik jelenleg a közfoglalkoztatásban dolgoznak, őket is be lehessen vonni ebbe a programba. Én nagyon fontos, regisztrált álláskeresőnek kell lennie, akit be tudunk vonni, azaz be kell regisztrálni. Ez a gyakorlatban azt is az is történt, hogyha valamilyen vállalkozásnak van egy munkaerő igénye, egy-két fő, és már potenciálisan tudja is, hogy kit szeretne alkalmazni, szeretné felvenni, de a bértámogatást szeretné utána igénybe venni, akkor akár az is működhet, hogy gyakorlatilag kéz a kézben besétálnak ugye a megfelelő helyre. Kőszegen egy középiskolában tanuló csoport megtanulta, elsajátította a saját szakmáját, és ezt követően ahol a gyakorlatot végezték, ott el is tudtak helyezkedni. Itt Hajdú-Bihar megyében lehet esetleg hasonlóra számítani? Hát nagyon remélem, ez ugye az igényektől függ. A két szakképző intézmény az föl van rá készülve, megfelelő szakemberekkel, oktatókkal rendelkezünk. Ugye ez azt jelenti, hogy már a pályaválasztáskor mind a szülő, mind a gyermek tudja, hogy mit szeretne elérni, és az oktatási időszakban egyfajta ösztöndíjat kap már a gyerek is, és gyakorlatilag folyamatosan a foglalkoztatással kapcsolatos képzési időt is azon a munkahelyen tölti, ezáltal közvetlenül adják át azokat az információkat, nem tankönyvszerű információkat adnák át az embernek, hanem gyakorlatilag olyan tudást, hogy amikor kijön az iskolából, akkor konkrétan oda megy, ahol azt a gyakorlatot elvégezte. Hát voltak Magyarországon erre jó példák, csak ez 30-40 évvel ezelőtt volt. Én azt gondolom, hogy ez az úgynevezett duális képzés, ez a jövő záloga, és be kell bizonyítanunk, hogy ezt nem a multinacionális cégeknek találták ki, ez a hajdubéri vállalkozások is nagyon szépen tudják ezt alkalmazni. Megyünkben 2020-ra csökkenhet a munkanélküliség? Én nagyon bízom benne, hogy csökkenni fog, illetve növekszik a foglalkoztatottság, hiszen nagyon sokan vannak, akik jelenleg nincsenek regisztrálva, tehát a célunk az, hogy érjük el azokat, akik jelenleg úgynevezett inaktív állományban vannak, valami miatt kikerültek a rendszerből. De mindenképpen azt mondhatjuk, hogy lesznek fejlesztések, ipari területek kerülnek fejlesztésre, vállalkozásoknak európai uniós források, illetve egyedi kormánydöntéses támogatásból van lehetőségük a vállalkozásokat fejleszteni, ami nyilván munkaerő igénnyel jár. Én bízom benne, hogy ki tudjuk elégíteni ezeket az igényeket.